kívánok! Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves ünneplők és emlékezők! Hazánk szerte és a világban kisgyermektől kezdve az aggasztjánig március 15-én nemzeti színű kokárdát tűzünk szívünk fölé, még ha külföldön a szomszéd nem is érti, miért tesszük. Tiszteletből! Gyermekeink kezébe apró zászlókat adunk, kimegyünk a térre, és végig tekintünk a múltnak tengerén. Azon ismert hősök iránti tiszteletből, akik a forradalomban részt vettek, akik a szabadságharcban harcoltak. Olyan hősök ők, akiket levertek. Nem nyerték meg a harcot, mégis győztek. Eredményeket értek el Magyarország fejlődésében. Kivívták a nemzet tiszteletét, és beírták nevüket a történelembe. A forradalmi eszmék szerzői, a márciusi ifjak, akik hittek abban, hogy a magyaroknak joguk van a nemzeti függetlensághez, az önállósághoz, a szabadsághoz. Hála az égnek, hogy 48-ban voltak, akik tisztán láttak. Látták a múltat, a jelenjüket, és gondoltak az előre láthatóan gyalázatos jövőre, amit nem engedhettek bekövetkezni. Kinyitották szájukat, szívüket, és így érték el azt a hatalmas összefogást, mely egységbe kovácsolta a történelmi Magyarországon élő összes honfitársunkat. Az elnyomás és az elégedetlenség általános volt. Petőfi így intézte szavait pár héttel a forradalom kitörése előtt az országgyűléshez és népéhez. Sokat beszéltek, szépet is beszéltek, jót is. De ebből a hon még nem él meg. Sajtószabadságot szerezzetek! Sajtószabadságot! Csak ezt ide! Ez oly nagy, oly mindenható ige a nemzetben, mint az Isten legyenje. A szellem rab, mint a hitvány kutyát a ház végére láncba szoríták. S láncát harapva tördeli fogát, amellyel védni tudná a hazát. A szemünk bekötve, fogva szellemünk, az égbe szállnánk, s nem röpülhetünk. Amikor egy nemzet az idegen hatalom befolyása ellen nem karddal és vérrel akart megküzdeni, hanem az ország és a lelkek felemelésével. Kemény szavak, sajtószabadság és kívánalma. Tényleg azzal foglalkoztak, hogy mit kíván a magyar nemzet. Nem az önérdekkel. Hogy is kezdődik a 12 pont? Kedves barátaim, nem az első ponttal. Forradalmáraink eszméje került a lap tetejére. Legyen béke, szabadság és egyetértés. A pesti ifjúság békés úton próbálta elfogadtatni követeléseit. Az első szikra azonban nem is az övék volt. Bécsben, Párizsban, Olaszországban és a németeknél is ekkor támadtak fel az elégedetlenség forradalmi hullámai. Nem a csendes bölcselkedés időszaka volt. A márciusi ifjak elszántságára és bátorságára volt szükség. Legnagyobb céljuk pedig a közjó megteremtése, hazánk politikai és gazdasági függetlensége. A szabadságharc kezdetére mindig büszkén emlékezünk. Tegyük is, hisz népünk soha nem látott összefogása a zsarnokság ellen, örök példa lehet bármely eljövendő nemzedéknek. Az ifjúság idealizmusa győzött a visszahúzó kisítőséggel szemben. A kezdeti alkotmányok sikerek jogosan táplálták a reményt, hogy nagyobb véráldozat nélkül független lehet Magyarország. De ez hamar illúzióvá vált. Szülőföldünkön csataterek alakultak ki.
és a magyarság felvette a harcot az elnyomottban. Küzdött függetlenségéért, küzdött szabadságáért, egységesen az óriási túlerővel szemben. Kellett is az összefogás és az egység, hogy a forradalmi eszmék ilyen eredményesek legyenek. Sajnálatos, hogy ma széthúzás és ellenségeskedés dúl magyar és magyar között. Egymásnak ne legyünk ellenségei, se hazánkban, se itt kis városunkban, hisz egyikben sem vagyunk egymásokban. Eredményeket elérni és tetteket véghez vinni a közös jóért ma is csak úgy lehet, ha tisztán látunk, a jövőbe tekintünk, és a jobbító szándék mögé állva összefogunk. Gyakran látom, amikor március 15-éről, 48-49-ről beszélünk, sokan nem értik az összefüggést október 6-ával és az aradi vértanúkkal. Hát meg kell állnunk és megemlékeznünk arról a több tízezer magyar, lángoló szívű elődünkről is, akik nem kisebb áldozatot hoztak a reményért, mint az életüket. Vajon, ha ma látnák az országot, elégedettek lennének-e az eredménnyel? És azok a nemesek, akik saját magukra is érvényes szankciókat hoztak hazájuk érdekében? A tábornokok, akik túlélték a harcmező borzalmait, hogy végül kegyetlenül kivégezzék őket? Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, és keserben annyi hűkebel szakadt meg a honért. Már a szabadságharc a hatalmas túlerővel szemben súlyos katonai veszteségekkel, megadással, megtorlással, rémuralommal és csendes ellenállással járt, mégsem volt eredmény. A gyűlölt tönkénykor uralom falai ekkor repedeztek meg. Véres volt a megtorlás, de emlékezhetünk az eredményekre is. Köszönettel tartozunk elődeinknek, hála nekik ezúton is, hiszen az ő érdemük, hogy továbbra is szállhat a magyar szó. És nemzeti jelvényeinket szabadon használhatjuk bárhol, bármikor. Miénk a jogegyenlőség, a sajtószabadság, a választás és a vélemény szabadsága. Egy európai ország, amihez kiki a legjobb tudása szerint azt adta, amilyen volt. Nyelvújítóink, íróink és költőink az anyanyelvünket, amin ma gyermekeinknek mesélhetünk. Építészeink, művészeink, alkotásokat, amiket ma is csodálhatunk, és bárki, aki ide téved, az esztergomi bazilikát, Vigadót, Nemzeti Múzeumot, az első vonatot, a Pestet és Budát összekötő Lánchidat. Tudósaink olyan találmányokat, amiket világszerte használnak, mint a gyufa vagy a villanymotor. Minden ember és közösség életében időnként eljön a pillanat, amikor megáll. Végig gondolja a múltját, a jövőbe tekint, és felteszi magának az örök kérdéseket. Mi a dolgunk? Hová tartunk? Mi az, amit feladatul kaptunk? Szerencsések vagyunk. Nekünk most nem kell idegen elnyomók ellen fegyvert emelnünk. Nem ül nyakunkon se német, se szovjet. Őseinket, életüket adták mindezért 48-ban és 1956-ban is. Nekünk ma csak az országon belüli közös jóért kell felelnünk. De azért kell. Ez a feladatunk. Ezzel adózhatunk elődeink emléke előtt. És azzal, hogy büszkén viseljük nagyjaink nevét, amikor kiki saját intézményébe, utcájába tér,
arcímkártyájába pillant, vagy épp róluk elnevezett rendezvényen vesz részt. Legyen szó Petőfi, Irinyi, Jókai, Kossuth, Széchenyi, Damjanics, Klapka, Bem nevéről, és még sorolhatnám, vagy névtelen hőseink emlékéről. Kívánom minden magyarnak és dunabecseinek, hogy tudjon átszellemülve emlékezni 1848-49 eseményeire, és hogy mindnyájan átélhessünk újra egy ehhez méltó összefogást, mely ismét a virágzás felé vezeti hazánkat. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel, fogadják szeretettel műsorunkat. Petőfi Sándor az országgyűléshez. Sokat beszéltek, szépet is beszéltek, jót is, de ebből a hon még nem él meg. Mert nincs rendében eljárásotok, ti a dolog végébe kaptatok, és így tevétek már régóta mindig. Látják, kik a múltat végig tekintik. Ki képzel olyan templomépítőt, ki a tornyot csinálja meg előbb, és azt a levegőbe tolja, hogy ott fönn maradjon, míg majd valahogy alája rakja szépen a falat, s legesleg végül jön az alap. Ti vagytok ilyen mesteremberek, ezért ad a hon nektek kenyeret. Ezért fizet szívének vérivel. Jobbat tesz, aki semmit semmivel. Időt, erőt eltékozoltok, és ha sükert mutattok is föl néha-néha, olyan az, minthogyha engemet a szomjúság bánt, s adnak víz helyett ételt, talán még éppen olyan ételt, mitől szomjúságom csak jobban éget. Ha ez siker, na ez jó tétemény, elmémet a bölcsőben hagytam én. Hiába minden szép és jó beszéd, ha meg nem fogjátok az elejét, ha a kezdetnél ellen kezditek, sajtószabadságot szerezzetek. Sajtószabadságot, csak ezt ide. Ez oly nagy, oly mindenható ige a nemzetben, mint az Isten legyenje, amellyel egy mindenséget teremte. S hol ez nincs meg, bár másképp mindenek elárodó bőségében termelek, és bár az utolsó szolga és a pont zsebéből aranyad marokkal szól. Azon nemzetnek még sincs semmije, azon nemzetnek koldus a neve. S hol ez megvan, bár ronyban járni, nyomork, tengődik mindenféleké. Azon nemzet gazdag végtelenül, mert a jövendőt bírja örökül. Haladni vágyunk, de haladhatunk. Én Istenem, milyen gólyhók vagyunk. Lábunk szabad, de a szemünk bekötve. Hová megyünk? Meglássátok Gödörbe. Szemünk bekötve, fogva szellemünk. Az égbe szállnánk, s nem röpülhetünk. A szellem rab, s a ronda légbe fúl, mely dögvészes már önön átkitúl. A szellem rab, mint a hitvány kutyát a ház végére láncba szoríták, s láncát harapva tördeli fogát, amellyel védeni tudná a hazát. A szellem rab, s mi fönt tartjuk nyakunkat, szabad nemzetnek csúfoljuk magunkat. Szolgák vagyunk, rabszolgáknál szolgálnak, megvetésére a kerekvilágnak. Thank you.
848. évben letekintett az Úristen a földre, onnan nézte egész Magyarországot, hogy harcolnak a jó magyar huszárok. Arra alá megverték a hétót, kiadták az erős parancsolatot, el kell menni a csatába harcolni, piros mér kell a hazáért ontani. Figyeljetek, polgártársak! Felolvasom nektek ezt a folyamodványt, melyet Irinyi József szerkesztett. Egész Európa mozog. Egy gondolat rezgi át egész Európát, hogy a létező állapot többé nem maradhat. Nincs többé idő hosszas tanácskozásokra vagy halogatásra. Az eszmék megértek. Az élet szüksége követeli azokat. Magyarország pillanatai drágák. A nemzet nem elégszik meg többé egyes engedményekkel. Sok időn át aludtunk, és csillögtünk a nyomor, a mellőzés, a nélkülözés és szűkölködés folytó posványában. Áldozott a valán gyűlölt idegen önként kormány önérdekének. Úgy van, igaz! Petőfi verset írt a banketre a zsarnokság el. Halljuk, halljuk! Nem érünk rá várakozni, szaporán! Ma jókor van, holnap késő lesz talán. Bennünket még mostan is megvette, az Úr kegyelmezzen ti nektek. Úgy van, igaz, venni kell! Tegnap láttam berontani egy ifjút a Pilvaxba, és hallottam, amikor elmondta, hogy most érkezett bécsi hajóval, ő a pozsonyi ifjúság küldötte. Elújságolta, hogy Bécsben is kitört a forradalom. Nagy szégyen, hogy a bécsiek elénkbe vágtak. A büszke, magyar Rákóczi népemi. Itt az alkalom kivívni a magyar szabadságot. Meg kell tenni, ki kell vívni. Jönnek Petőfiék. Éljen, éljen. Ej, uraim, lehet, hogy egy óra múlva a golyók hullanak rá. Esőhelyet. Nem futunk el. Nem érünk rá várakozni, szaporán. Ma jókor van, holnap késő lesz talán. Petőfi Sándor vagyok. Az éj nagy részét ébren töltöttem feleségemmel, azóta rakottunk, vajon mit kell tenni? A forradalom legelső lépése szabaddá tenni a sajtót. Ezt fogjuk tenni. Írja a szabadságtól legelső nyomtatványa! A nyomtatógépet elsőnek ragadta meg Rinyi, a második nyomás Petőfi. Én tettem vele a harmadikat, hogyha a merénylet szerencsétlenül ült ki, minket ér a csapás, de az ártatlan nyomdai személyzetet. Így lett kinyomtatva Magyarországot, a szabad sajtónak legelső terméke. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Menjünk a városházára, fogadtassuk el a 12 pontot! Thank you.
közgyűlése tájékoztatja a város lakosait március 15-e délelőttjének városházi eseményéről, a 12 pont elfogadásáról, a létrehívott válaszmány munkájáról. Pest város közönsége nevében alulírottak, szerencsések hivatalosan értesíteni a magyar nemzetet, hogy ami más országokban polgár vérbe került, a reformot Budapesten 24 óra alatt békés és törvényes úton kivívta a törvényes egyetértés. A Városi Tanács ugyanis a választó polgársággal értesülvén arról, miképp a város polgárai és lakosai vele együtt akarnak értekezni az idő komoly fejleményei felett. A tanácskozási termek századokon át zárva volt ajtajait 1848. évi március 15-én délután 3 órakor a népek megnyitá, és miután megértette annak törvényes kívánatait, azokat, mint már nagyobb részt, már eddig elég is kebélyében ápolt hazafiúi óhajtásokat, egy szívvel, egy akarattal elfogadta, magáévá tevé, sőt, azon 12 pontot, melyeket nagy részben a nemzet 1790. év óta törvényozás útján is annyiszor sürgetett, ezen közgyűlésben az országgyűléshez intézendő kérelmezésként aláírta. Igen! Igen! Az lesz a nagy nap, amikor március 15-én és mindazokon a napokon, amelyeken a nemzet ünnepel, az ünneplők élén a magyar király tartja a háromszínű zászlót. Az 1848. évi 21-es törvénycikk a nemzeti színről és az ország címeréről. Első paragrafus. A nemzeti és ország címre ősi jogaiba visszaállítatik. Második paragrafus. Ennél fogva a háromszínű rózsa polgári jelképeken újra fölvétetvén egyszer s mind megállapítatik, hogy minden középületeknél és közintézeteknél minden nyilvános ünnepek alkalmával és minden magyar nemzeti hajókon a nemzeti lobogó és az ország címre használhassék. Egyéb iránt a kapcsolt részeknek szabadságukban hagyatván, hogy az ország címere mellett saját színeiket és címerüket is használhassák. Miért éppen piros-fehér-zöld a magyar nemzeti lobogó? A vörös az erőt. A fehér a hűséget, a zöld a remény szimbolizálja. A királyi épületeknél a sárga-fekete szín helyébe a vörös-fehér-zöld fog használtatni. A Magyar Köztársaság zászlaja piros, fehér és zöld színű trikolor, melyet három vízszintesen futó, egyenlő szélességű sávból áll. Itt az alkalom kivívni a magyar szabadságot! Meg kell tenni! Ki kell vívni! Most vagy soha.
Nézvény nyughelyet, tüzes üszökbe léphetsz, úgy lehet. Házamról jobb, ha elhúzolnál, de melyiken tudsz fészket rakni? Hol kétségbes is ne hallanál alól, s nem félhetnél az ég villámitól. Csak vissza, vissza, délszigetje vár, te boldogabb vagy, mint mi, jó madár. Neked két hazát adott végzeted, nekünk csak egy volt, az is elveszett. Repülj, repülj! És délen valahol a bújdosókkal, ha találkozol, mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve széthúj nemzetünk. Sokra sír, sokra vak börtön valult, akik élünk, járunk húsan, szótlanul. Van, aki felkér, és sírván megyen, új hon keresni, túl a tengeren. A mennyasszony meddőségért epet, szüle nem szapog a holtmat. A vén lelke örömmel eltelik, nem kell élni mások ideig. Beszéld el, hogy gyalázott reánk! Nem elég, hogy mint tölgy kivágatánk, a kidőlt fába örlő szulakig, honfira honfi, ki vádaskodik. Testvér testvért, apád fiú elad, mégis ne szóljon erről ajkad, nehogy ki távol sír nemzeten, megutálni is kénytelen legyen.